Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem ismét egy színművész, Tóth Ildikó, Jászai Mari díjas érdemes művész, kezét csókolom. Jó estét kívánok. És hogy mennyire úgy van, amiről beszélgettünk már számtalanszor itt színművészekkel, hogy ezt a társadalmat bizony nem a szél futta össze, hanem nagyon is tudatos volt az az építkezés, amit annak idején megteremtett Szikora János, illetve akár már az elődeit is említhetjük, mert hiszen én azt gondolom, hogy ha népszínházban gondolkodunk és népszínházról beszélünk, akkor Székesfehérvár példa arra, hogy miként lehet egy egészen kiváló társulatot felépíteni. Ennek a példája egyébként azt elmondhatom, hogy egy órája fejeződött be a Rómeó és Júlia sajtó főpróbája, igen, ahol Dajka szerepét játszik, igen, és ezért igen is köszönöm, hogy megtisztelt és itt van velünk, hiszen ez is egy kultikus darab Hargita Iván rendezésében. No, de nekünk viszont az a dolgunk, hogy egy kicsit megismerkedhessünk önnel, a nézőkkel, a színház szerető székesfehérváriak is. A gyermekkoráról kérdezném, hiszen Marcaliban járt általános iskolába, és egy Marcaliban jár általános iskolás kicsi lány miként találkozik a színművészettel, hogy gondolkodik arról, vannak-e tervei erre vonatkozóan? Hát konkrét terveim nem voltak, ez inkább ilyen a gyerekkorban, ugye az ember, hát egyrészt rengetegszer megkérdezik, hogy mi leszel, ha nagy leszel, meg hasonló kérdések, és akkor az ember vagy ott áll tétován, vagy éppen bekiabál valamit, amiről azt gondolja, hogy akkor abban a pillanatban, és aztán én úgy azon kaptam magamat, hogy mindig mást mondok valahogy, vagy úgy nem horgonyoztam le egyetlen egy foglalkozásnál sem. És én már nem nagyon emlékszem, hogy úgy mikor alakult ki bennem, de úgy valahogy úgy egy általános iskola vége felé már biztosan tudtam, hogy én ezt szeretném csinálni, mert akkor ugye már kérdezgették a továbbtanulás miatt is, és valahogy nekem úgy gyermekként, bár akkor valószínűleg nem fogalmazódott meg ilyen tudatosan bennem, de azt gondoltam, hogy színészként én minden lehetek, és hogy rettenetesen kíváncsi vagyok én erre az egészre. Aztán gimnáziumban, Marcaliban oda jártam gimnáziumba, akkor még Lady János gimnáziumnak hívták, most már Berzsényi Dániel gimnázium, mert nagyon közel van Nikla is, ugye a Berzsényi Dániel a születési helye. És akkor nagy szerencsémre, meg szerintem többünk szerencséjére Kaposvárról érkezett olyan lehetőség, ami ugye viszonylag elég közel volt hozzánk, hogy színházba bérletet lehet venni. És hát én persze azonnal ugrottam erre a lehetőségre. Én 84-ben érettségiztem, ami azt jelenti, hogy én 80-tól 84-ig, hát az, amit úgy hívnak, hogy a nagy kaposvári legendás időszaknak a csúcs éveibe jártam oda a színházba. Tehát a Csiki Gergely Színház a volt Csiki Gergely Színház az első színházi élmény. Hát igazából igen, tehát más cirkuszban jártam, nagyon szerettem a cirkuszvilágát, de ilyen vándor cirkuszban, itt Székesfehérváron is, mert laktunk itt 3 évig, és emlékszem, hogy az első cirkusz élményem egy ilyen vándor cirkusz volt valahol itt, már nem emlékszem, hogy akkor hol volt felállítva a cirkussátor. Meg mozi filmek is, ami gyerekeknek való, de így ilyen igazi színházi, hát igazi, szóval ami már így megszólít egy kamasz bontakozó értelmű embert, az a kaposvári színház volt, és én ott nagyon-nagyon jót kaptam. És hát az igazság, hogy most én nekem ez nagyon sokszor eszembe jut itt, hogy nekünk ez ugyanúgy kötelességünk és feladatunk, igen, hogy kifelé mindig minden pillanatban a lehető legjobbat csináljuk. Egyetértek. És hát a színművészeti főiskola, ugye elsőre nem vették fel, de ugyanakkor egy remek osztályba került ennek ellenére, mert hogy a színetár osztály az egy nyilvánvaló, egy fontos lépcsőfok, plusz a Nemzeti Stúdióban tanultak nem különben. Igen, a Nemzeti Stúdió az nekem nagyon meghatározó volt az életemben. Engem harmadszorra vettek fel a főiskolára, és akkor a második rostáról is kirúgtak, vagy a második alkalommal kirúgtak, akkor tudtam ott meg, hogy van ilyen, hogy Nemzeti Színháznak stúdiója, és akkor oda elmentem felvételizni, és oda fölvettek. És Bodnár Sándorról mindenképp beszélnem kell, mert ő egy csodálatos színház pedagógus, színész pedagógus volt, és én tőle rengeteget tanultam. Tehát az a muníció, amit én ott abban az egy évben kaptam, amíg stúdiós voltam, az mind a mai napig elkísér. Abból éltem nagyon sokáig a főiskolán is, és azt hiszem, hogy neki köszönhetem,
nagy részt, és Montág Imre volt a beszédtanárunk, és Montág Imrének, hogy engem felvettek a főiskolára. Ugye 1990-ben végzett, és ha úgy tetszik, egyenes útja volt Bálint András vezette Radnóti Miklós Színházhoz. Ezt azért mondom, hogy egyenes út, és bizonyosan jól érezhette magát, hiszen 4 esztendővel később, ami azért valljuk meg ritkaság, már is Jászai Mari díjat kapott 1994-ben. Tehát az a 4 év, az mindenképpen gondolom én kívülállóként, az meghatározó volt. Meghatározó, természetesen. Ugye a színetár osztályban végezve nem kötöttünk, mivel a tanár úrnak nem volt úgymond színháza és társulata, tehát nem nagyon kötöttünk, hogy így, hogy úgy mondjam, egyenesen folytatódjon az útunk ilyen-olyan színházba. Tehát egy picit nekünk nehezebb vagy bonyolultabb volt, hogy a diploma után ki hova megy, vagy hova szerződik. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, ami ugye ezt a pályát tényleg végig kíséri annak idején, amikor fiatalok voltunk, és mondták nekünk, hogy szerencse, hány százalék szerencse, meg nem tudom, meg szorgalom, meg tehetség, meg blá, meg blű, hogy a szerencse mennyire fontos, és tényleg, tehát az, hogy az ember a pályája során kikkel találkozik, színész kollégákkal, rendezőkkel, az hát bizonyos részben szerencse is, meg aztán persze következmények sorozata is, de szóval, hogy az na, mégiscsak szerencse. És a Verebes rendezett egy a negyedéveseknek, fölöttünk járóknak egy vizsgát, egy vőlegényt, és abba a harmadévesként engem elhívott Benzsit játszani. És a Verebes akkor nagyon erős kapcsolatban volt a Radnóti Színházzal, tehát ott előfordult rendezőként, és valahogy én gondolom, ezt nem tudom, de valahogy mégis úgy érzem, hogy vagy rajta keresztül, vagy nem rajta keresztül, de valahogy mégis engem elhívtak már harmadévesként a Radnótira. Úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, hogy a harmadik és negyedik évemet, vagy főiskolás évemet ilyen tanoncként már ott töltöttem. Úgyhogy az én szívemben 6 év van. Tehát ott. És nagyon sokat köszönhetek a tehetség, a szorgalom és a szerencse, ahogy tetszik, kézen fogta. Hát igen. És kézen fogva jártak. Igen. A Radnóti Színházban csak még zárójelben, hogy akkor mi ott, hát ezt most már ezt biztosan tudom, hát fiatalok voltunk, pályakezdők voltunk, ide nekünk az Oroszlánt is, és nagyképűek voltunk, és nem tudom, tele, tehát vitalitással, élettel és mindennel. És azt hiszem, nem kezeltük, de talán ez az életkorból meg a kezdésből is fakad. Tehát nem voltunk tisztában azzal, hogy mekkora dolog az, hogy mi ott vagyunk, és hogy a Bálint András az egész csapatával, ugye akkor 1-2 évadon belül elég sok, tehát a Radnóti társulatához arányosítva képes nagyon sok fiatal szerzőt tettek oda, Görög Lacit, László Zsoltot, Kerekes Évát, Széles Lackót, később a Csankó Zolit, és ugye engem, és azt kell mondjam, hogy az Andrássék a tenyerükön hordoztak minket minden szempontból, amit mi szerintem azt gondoltuk, hogy ez a természetes, tehát egy kicsit tényleg ilyen, igen, hát szóval beképzeltek voltunk, na, vagy ilyen gőgösek, vagy nem tudom, szóval nem becsültük eléggé. Abban megegyezhetünk, hogy a Kisképűek Világszövetségének nincsen fiatal színész tagja. Továbbra se, ez mindig igen, is így igen, volt, igen. És így is marad. Igen, igen. Aztán váltás jött. Miért? Az új színház Székely Gáborral, az egy óriási lehetőség volt, hiszen akkoriban nevezték át új színházzá. Igen, addig Arany János színház volt. Addig Arany János volt, és egy óriási lehetőség megint csak. Én azt úgy nem tudom, hogy lehetőség volt, vagy sem, mert azt szerintem én végül is aztán azt nem úgy éltem meg. Nagyszerű dolognak gondoltam, hogy a Gábor csapatába kerülhettem. Azért mondtam a Radnótit az előbb így, mert gondoltam, hogy ez lesz a következő kérdés, hogyha ennyire nagyszerűen foglalkoztak velünk, és nagyszerűen gondolkodtak bennünk, és folyamatosan tanítottak bennünket a szó legnemesebb értelmében, hogy akkor miért ment el az ember. És én magamról tudok beszámolni. Nyilván ez is a korból is fakad, már mint a fiatalságunkból, hogy én valahogy azt éreztem akkor, hogy minden nagyon kerek, minden nagyon szép, minden nagyon egész. És
Én valahogy úgy éreztem, hogy ebbe bele kell romboljak, mert hogy akkor ez most így lesz. Új kihívásokra vágyott? Hát igen, hogy tehát minden olyan sima volt, uh-huh. és valahogy azt éreztem, hogy ez nem jó, mert ebbe úgy bele fog úgy prunnyadni az ember. És azt gondolom, hogy a mi pályánkon a megelégedettség az amúgy se egy igazi jó felhajtó erő, tehát az elégedetlenség természetesen egy egészséges formában, az hozzátartozik ehhez a pályához, a kíváncsiság és az, hogy az ember mindig újat keressen. Ez nem azt jelenti, hogy évről évre vagy hónapról hónapra váltani kell, de amikor nagyon-nagyon erősen összejön ez a gondolat az emberben, akkor szerintem jó, ha lép igen. valaki vagy holnap. Székely Gábor valami újat próbált, és meg is csinált az Új Színházban, annál is inkább, mert hogy tehát két név visszaköszön, Hargita Iváné, aki igen. a Rómeó és Júliát és sok minden mást rendezett, önnel, meg mindenkivel, és Novák Eszter neve is, hiszen akkor ő már végzett egy ideje, viszont az a tündöklő tehetség ott bontakozhatott ki igazából az Új Színházban. Igen, én úgy tudom, hogy ők akkor végeztek frissen, igen. és ez egy a Gábor hát nagyszerűsége pedagógiája, vagy nem is tudom, minek nevezzem, az, hogy két tanítványát szerződtette. Hát érdekes, amit mondott az első négy esztendőről a Radnóti Színházban, aztán az Új Színház, hiszen az is, én időzőjelbe teszem, a Csakot csak négy esztendeig tartott. Miért? Igen. Az annak hát szomorú az és egyszerű. Az Új Színház széteséséhez ennek köze van? Hogyne. Tehát a váltáshoz. Igen. Tehát akkor ugye még 4 évig tartott a mandátum, egy kinevezési mandátum, és amikor elérkezett 4 év múlva az idő, akkor a Székely Gábor szerződés, tehát nem őt bízták meg azzal, hogy folytassa az Új Színház vezetését, ami hát... Én most nem szívesen beszélnék arról, hogy ennek milyen háttérokai voltak. Jó, hagyjuk a koncepcióváltás, mert... most nem tartozik ide egyébként, de nagyon sokan meglepődtünk színház szerető emberek kívülállók. Hogy egyrészt egy más profilú színházat kialakítani, mint ami azelőtt ott volt. Ugye már azt is, abban is nagy viták voltak, hogy kell-e a fővárosnak egy csak gyerekszínház, vagy minden színház vállaljon be egy-egy gyerekdarabot. Én azok táborába tartoztam, akikről azt gondoltam, mivel a Radnóti tagjaként, vendégként játszottam az Arany János Színházban, én azt láttam a társulaton, hogy hát szétamortizálja az egész társulatot az, hogy tulajdonképpen csak gyerekdarabok foglalkoznak, és hogy ez nem egészséges hosszú távon, és az akkori igazgató Metzner János már kísérletezett és próbálkozott, hiszen az ő idejében volt egy Lír király bemutató, igen. ugye Ács János rendezésében, és a stúdióban, amire én vendégként mentem egyébként játszani, egy Ódiberti Árad a gazságot, ugye, aminek nincs köze egy gyerek vagy ifjúsági színházhoz, tehát már a Metzner is próbálkozott ezzel a váltással, vagy hogy így a kettőt együtt csinálja. Na, de a lényeg, hogy a Gábornak nem, a Székelynek nem hosszabbították meg ezt a mandátumát, vagy hogy kell mondani, és hát ami mindannyiunkat megdöbbentett, mert tehát pont emiatt a váltás, vagy egy új színház teremtése és munkája, az nem 4 év, tehát azért az egy hosszabb időszak, ami beérik úgymond a gyümölcse és kialakul, de ott ennek mindenféle kultúrpolitikai és egyéb hátterei voltak, ami nem volt szép és tiszta. És miért szabadúszó lett? Hiszen nyilvánvaló, hogy voltak ajánlatai. Én hogy olyan alkatú ember vagyok, hogy én olyan nehezen tudok jelentkezgetni. Ez nem rossz, vagy nem jó, vagy lehet, hogy rossz, lehet, hogy jó, nem tudom, hogy van. És vagy én nekem akkor úgy nem ment, és akkor azt gondoltam, hogy mivel jöttek felkérések ilyen egyedi munkákra, tehát nem is volt időm, hogy kétségbeessek, vagy ilyesmin gondolkodjak, mert állandóan volt munkám. Tehát 98-ban vége lett ugye az Új Színháznak, és akkor mentem a Bárkára, voltam a Táliában, a Rózsavölgyiben, mentem, aztán Tatabányán volt egy nagyon hosszabb, nagyon szép időszak a Harsány Sulyom László vezetése alatt, de előfordultam Kaposváron, játszottam vendégként Kecskeméten, Szombathelyen, ott egy évig szerződésben is voltam, tehát nagyon sok felé megfordultam,
És egy jó darabig így nem merült föl bennem, hogy... Tehát úgy ment ez a dolog. Azért játékosan akkor... hozzáteszem, hogy ezen nem csodálkozom, hiszen jöttek azok a filmszerepek, amelyek, ez meg a másik, amelyek kellően fajsúlyosak ahhoz, és visszacsatolást is adtak, megerősítést, hiszen a Jadwiga párnája 2000-ben a Magyar Filmszemlén a legjobb színésznő külön díja, aztán jött a legjobb epizód szereplők, 5 esztendővel később az Ég veled, és a többi szerepet ne is. Hogy jött a film? Hiszen egy jó ideig azt gondolhattuk, hogy igen, megvan nekünk egy olyan színésznő, aki filmszínésznő igazából. Hiszen valamennyi szerepében kérlet alakítást nyújtott, és sikeres volt. Már hogy a film... Igen, hogy jött a film? Hát jött. Nem tudom igazából így ez tetten érni. Az az igazság, hogy a Radnóti Színházban töltött éveimben is már voltak filmek, az Új Színházban töltött évek alatt is, de úgymond ezt nem is én definiáltam így, csak ezt egyszer így mondták, tehát biztos így ment el a köztudatba, hogy igazából a Jadwigával, tehát az egy szerencsés találkozás, ugye szerencsés találkozás volt. Egyrészt a Deák Krisztinával dolgoztunk korábban az Ódiberti, amit az előbb említettem, Áradagasságot az Arany János Színház stúdiójában, azt ő rendezte, ő vele korábban forgattam egy másik filmet, és a külön szerencse ugye ebbe a történetben, hogy a Jadwiga az egy irodalmi szinten is nagyon nagy sikernek, és nagyon nagy érdeklődésnek volt a fókusza, és... Tehát nagyon-nagyon sokan, tehát nagyon sokan kíváncsiak voltak, hogy ebből hogy lesz film. Ugye az egy nem egy lineáris történetként van megírva, egy naplószerű történet több szempontból. És szóval, hogy ezek ilyen szerencsésen alakultak. Hát ilyen értelemben jól kezdődött az évezred mindenképpen. Hát igen, nekem mindenképpen. És aztán úgy azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg a diploma óta úgy szinte kihagyás nélkül egészen a kisfiam megszületéséig minden évben forgattam. Simán most már nagyfiú. Ő már nagyfiú, hát most már 17 éves lesz. És mi hozta Székesfehérvárra? Egyrészt az, hogy a fiam megszületett, az utána én nagyon sokáig úgy el voltam vele, vagy örültem, hogy, és azon is kaptam magam, hogy én nem tudok ebben mértéket találni, és nem mindig segített a munkáim nem mindig segítettek abban, hogy egyensúlyt találjak abban, hogy a munkám és a családom jól legyen, és én valahogy így a családom felé kezdtem el húzódni, illetve azért a Simon születése, ott egy év kihagyás, utána gyorsan visszamentem, vagy visszaestem egy ilyen munkába, de akkor éreztem, hogy ez így nem lesz jó, mert föl fog nőni a gyerekem, úgyhogy nem én velem nő föl, és én ezt nem szeretném. És akkor elég sok mindenre kezdtem el nemet mondani. És hát ennek ugyanúgy megvan a gyümölcse, hogy egy kicsit így kisritkult körülöttem a levegő, úgy éreztem, ugyanakkor én magam is elbizonytalanodtam, és valahogy volt egy ilyen lejtmenet, hogy azt gondoltam, hogy én nem vagyok, tehát hogy ezt nekem talán nem is kéne csinálnom. És akkor ezt addig gondoltam így, amíg annyira kisodortam magam így a szakadék szélére, hogy volt egy évad, amikor azt hiszem nem is volt talán egyetlen egy új munkám se. De ezt megoldották lelke jobbik fele, ott volt a gyermek. Igen. Igen, de mégis aztán úgy felvetődött bennem a kérdés, mert ugye hát az elvonási tünetek azért kezdtek jelentkezni, mármint a színház elvonási tünetek. És akkor úgy magamra kellett így szólnom, hogy akkor most döntsd el, hogy igen vagy nem, mert ha nem, akkor oké, de akkor nem kell rinyálni, meg nem kell nem tudom én mi, ha pedig igen, akkor egy picit, tehát muszáj akkor visszalépkedni így ebbe az életbe, és akkor én pont így ebben voltam benne, amikor a Való Péter elhívott még a Jánosék előtt, rendezett itt egy Mirandolinát, és a címszerepre elhívott, én azt eljátszottam, és az pont abban az évadban volt, amikor a
Quintus Konrád úgy vitte végig az évadot, hogy ő megbízott igazgató volt talán, és hogy az volt az új vezetéssel szembeni kérdés, hogy azt az évadot, ahogy az meg lett tervezve, akkor az menjen végig. Az tehát abban ne legyen belerombolva, de ez egy észszerű kérés volt, és a Jánoségról. És jött János. Egy észszerű válasz is volt, hogy nem is rombolt bele abba az évadba. Tehát az normális is volt. Tehát szerintem szépen történt meg. És mivel az már egy ilyen féllábas évad volt, tehát a Konrád és az új vezetés ugye már azt hiszem február 1-től van mindig ennek a hivatalos ideje, vagy nem is tudom pontosan, hogy ott voltak és látták a bemutatót, és a János akkor ott a bemutatón meghívott engem a társulatba, de én akkor ott azt mondtam neki, hogy tehát pont ebbe az előzőbe voltam benne, de még tele kétsége, tehát nem egy egyértelmű választ nem tudtam magamnak adni, és akkor mondtam a Jánosnak, hogy én szerintem még nem tudok jönni, mert még a gyerekem nem, és akkor széttárt a kezeit, majd én pár hónap múlva fölhívtam, hogy mégis meggondoltam magam. És helyesen tette. Igen, de akkor azt mondta János, hogy hát most az összes státusz betöltődött, úgyhogy nem tud leszerződtetni, és aztán rá egy évadra alakult egy helyzet, a Bulgakovban az álszentek összeesküvésében, ugye elhívott vendégnek, és akkor utána alakult még egy helyzet, hogy megürült egy státusz, és akkor azonnal azóta pedig szárnyalás van. Hiszen ne feledjük, hogy Vörös Marti gyűrű évad színésze időközben újra elkezdett forgatni, tehát az Aurora Borealis egy fantasztikus film, igen. Mindenféle értelemben. Előtte ugye már megkapta az érdemes művész elismerést, viszont azért azt mondom, hogy ha visszacsatunk Székesfehérvárra az elmúlt időszakra, akkor az mindenképpen megerősítést jelenthetett, hogy egy-két esztendő után olyan elismerések, szakmai elismerések jöttek, ami belülről jött. Azért az jó az ember fiának, ha színész akkor is. Hát hogyne, persze. Tehát amikor a kollégák veregetik meg az ember vállát, akkor az a Vörös Marti gyűrű erről szól. Az évad színész pedig nem különben fontos. Igen, az nagyon jó érzés, persze. Mikor érezte úgy először, hogy otthonra talált Székesfehérváron, a színházban? Ez nekem nem ment nehezen, mert én nagyon sok emberrel dolgoztam már, akik a színház társulati tagjai. Tehát a Jánossal is dolgoztunk korábban, az Ivánnal ugye az új színházban, bár nagyon érdekes, ezt megbeszéltük az Ivánnal, hogy ott éppen egy amfitriomba fogtunk volna bele, az lett volna az első közös, igazi közös munkánk, és az a negyedik évadban volt, amikor ugye kiderült, hogy már nem a Székely Gábor fogja csinálni a színházat, és mivel ez az évad második felében lett volna bemutatva, ezért ott minden le lett fújva, úgyhogy nem tudtunk együtt dolgozni. És hát itt találtunk most egymásra, mind a kettőnkkel évtizedek teltek el, de egy szerencsés találkozás volt, és a nagyon sok mindenkivel én dolgoztam már korábban a társulatban. Most nem is szeretnék neveket sorolni, mert világos. Félek, hogy kihagyok valakit. Mennyiben jelent megerősítést egy Vörös Marti Színházban dolgozó színművésznek, hogy egy olyan művészeti vezetés van, gondolok itt, hogy Szikora, Bagó, Erci, Hargita, Iván, Horváth Csaba, és ráadásul vendégrendezőként olyanok jönnek, mint ha csak az idejét nézzük, akkor Telihai, Zsótér, Novák Eszter, de Lendvait említhetném, vagy a többieket. Ez mit jelent? Mennyiben erősíti meg a társulatot? Hát föltétlenül. Tehát ez egyértelmű. Ugye a beszélgetésünk elején említette a Népszínház, a jó értelembe vett Népszínház. Ez szerintem egy vidéken, ugye megyei jogú városként, a megye fővárosaként talán egyetlen színház sem kerülheti meg, hogy ezt fölvállalva próbáljon színházat csinálni. Mert nagyon-nagyon sokféle fajta műfajt kell elfogadnia, befogadnia, és nagyon magas színvonalon művelnie. Tehát ez kutya nehéz ennek megfelelni. Egyáltalán a repertoárt összeállítani, hogy abba beleférjen egy korosztályosan is, műfajilag is, közben kísérletezve, kíváncsian is kutatva, a jelenben élve kortárs darabokat is, vagy tehát
műfaj, tehát minden szempontból ez nagyon nehéz feladat, nem könnyű. És én úgy látom, meg úgy érzem, hogy hol így, hol úgy, de ez Fehérváron, ez sikerül, ez szerintem fantasztikus. Igen, dolog. Ha csak az elmúlt időszakot nézzük, akkor Kartonpapa Vágy nevű villamos, az embertragédiát nem hagyhatjuk ki, és ráadásul Novák Eszter rendezte az Én kis hűtőkamrámat, egy olyan pomerád darab, amire azt hiszem csodájára lehet járni, hiszen ez teljesen új, mindenféle értelemben. Tehát megtalálják a szerepek is. Meg, abszolút. Tehát látom azt, ugye ez szintén nagyon-nagyon nehéz, ugye egy ekkora társulat, és szükség van egy ekkora társulatra, hiszen az előbb említettek miatt hát ki kell szolgálni nagyon-nagyon sok mindent, három játszóhelyjel, és az, hogy a színház vezetése, ugye azért egy színésznek, amikor igent, tehát szerződtetéskor, amikor igent mondasz egy társulati létezésre, vagy nemet is kiszállsz, igazából akkor van alkalmad a voksodat letenni valami mellett, vagy valamitől eltávolodni. És ilyen szempontból ugye az mindig nagyon szerencsés és fontos, hogy egy társulat vezetése felelősségteljesen gondolkozzon a színészeiről, és túl azon, hogy ezt a műfaj és mindenféle sokszínűséget képviselve, tehát mindenkinek találja meg azt a pályáját építő lépcsőfokokat, amin az ember azért teher alatt nő a pálma, és egy kicsit el tud indulni, és tud fejlődni. És ez szintén irgalmatlan nehéz. Ez egy jó ennyi út ember. Most az önöké mindenképpen. Mi kívülállók bizonyos értelemben benfentesek, ha azt nézzük, hiszen írunk róluk. Én azt látom, mi azt látjuk, hogy ez egy jó út mindenképpen. Olvasom, hogy kertesházba költöztek. Igen. Akkor ez is egy jó út. Igen, nekem ez régi vágyam volt, igen. Rendben van. Tolnai Klári mondta, hogy aki nem játszott el a Dajkát Rómeó és Júliából, az nem színésznő. Most megadatott önnek, hogy érzi magát. Hát... Invitáljon meg bennünket erre az előadásra. Igen. Hát nem tudom, mert... Én nagyon most már egyre boldogabb vagyok benne, mert így megtalálom az utamat szerintem az egészben. És hát olyan szempontból én biztos, hogy más Dajka vagyok, mert ugye azért a Rómeó és Júlia az egy olyan darab, amit mindenki ismer. Nem biztos, hogy olvasta, de filmen, vagy a zenéjét hallgatva, vagy hallott róla. Tehát a Rómeó és Júlia azért tényleg nagyon-nagyon kicsi az a réteg, aki mondjuk egyáltalán nem hallott erről az egészről. És természetesen, ami ennyire szinte már mitológiai jellegű darabbá nőtte ki magát, ahhoz rengeteg előítélet vagy előélet tapad, és az biztos, nem tudom, hogy mondjuk ennek így nem jártam utána, de azért a Dajkát legtöbbször egy nálam idősebb, matrónább jellegű színésznő szokta játszani. Én nagyon örülök, hogy az Iván azt gondolta, hogy ettől ő el szeretne térni, és azt gondolom, hogy nagyon... Szóval úgy van megírva az egész anyag, hogy hát ettől persze, ettől ennyire gazdag a Shakespeare, hogy tehát egyetlen egy mondat sincs úgy nagyjából úgy véletlenül odaírva. Tehát mindig talál, és mindig fel tud fejteni az ember. Lubickol benne tapasztaltuk. Tehát most kerek a világ? Család? Színház. Én ettől félek kimondani, hogy kerek a világ. Azért, mert akkor így búcsúzóul azt kívánnám, hogy azért még szeretnénk látni. Tehát ne gondolkodjék abban. Ne gondolkodjék abban. Jó, nem, remélem, hogy nem fogok gondolkodni abban, de hát az élet az ilyen-olyan, ki tudja, köszönjük, mit hozni. Hogy köszönöm van szépen nekünk, én is, hogy itt lehettem. Köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem, ne feledjék, Rómeó és Júlia Vörösmarty Színházban. Nagyszerű előadás, megéri megnézni. Viszontlátásra!